A mai alkalommal egy lájtos nyári témát hoztam, a teljesség igénye nélkül. Küzdelem a test, a világ és a sátán ellen. Egy áttekintést szeretnék adni erről a témáról, egy kisebb fajta bevezetést, és igazából ez egy picit tanítás lesz most, tehát lehet, hogy kicsikét vastagabb lesz, mint ami az elmúlt időszakban szokott, de igyekszem azért mértékkel, hogy ebben a melegben még egy kis plusz súly ne kerüljön rátok. Úgyhogy nyissuk is ki Bibliánkat a Efézusi levél második részénél, és az első 10 verset szeretném felolvasni alapigének, és ebből nézzünk meg néhány igazságot ebből az elég gazdag ige szakaszból. Sokat töprengtem a címén is, de végül ebbe nyugodtam meg, mert még legalább két olyan téma van ennek az igének a kapcsán, amiről talán majd fogok beszélni még egy másik szolgálatban. Jó, tehát Efézusi levél második rész első 10 verse. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, ami most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, és cselekedtük a test és a gondolat akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetével, amely ezt minket szeretett, minket is, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből tartottunk meg. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartottunk meg hitáltal, és nem tőletek van ez, hanem Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Jól ismert ige szakasz ez a Bibliából, és Pál apostolnak ez egy olyan levele, az Efézusi levél, amely gyakorlatilag egy ilyen tömörített római levél, nagyon koncentráltan fogalmazza meg azokat a biblikus alapigazságokat, amelyeket részletesebben kifejt a római levélben, amelyet valamivel korábban írt, és a címzésből adódóan is, illetve a belső összefüggések alapján az nagy valószínűséggel egy körlevél volt, amit az efézusi gyülekezetnek, illetve az efézusi gyülekezet által plantált más közösségnek is írt. Éppen ezért nem csak Efézusban, hanem máshol is olvasták. Vannak egyes óegyházi írók, akik ezt a levelet konkrétan a Laodiceai-beli levélnek is nevezik, mivel van olyan bibliai kézirat is, amelyben az efézusi kifejezés nem szerepel, de a belső bizonyítékok, hogy mondtam, arra utalnak, hogy ez egy Efézusban íródott, vagy efézusi közösségnek és a körzetének íródott levelet tartalmazza. Van egy elmélet és egy gyakorlati része, ami általában a páli írásokra jellemző, illetve a rabbinikus gondolkodásmódra, ugyanis Pál apostol nagyon sok levelében, de itt az Efézusi levélben is, az első 3 fejezetben elméleti alapokat rak le. Nem teológiai, hanem elméleti alapokat. Pál és Jézus nem volt teológus, mert zsidók voltak, tehát a zsidóságtól ez a nyugati értelemben vett teológiai gondolkodásmód és teológiai rendszer teljesen idegen, és ami nagyon nagy különbség, hogy teljesen gyakorlatorientált. Tehát sem Jézus és sem Pál nem tanított olyan dolgokról, aminek ne lettek volna valamilyen gyakorlati következményei. Tehát nem csak elméleti fejtágításról van szó, hogy miben higgyünk, hanem hogy hogyan is gyakoroljuk a hitünket, és az első 3 fejezet erről az elméleti alapokról szól, és gyakorlatilag a másik 3 fejezetben azokat a gyakorlati következtetéseket vonja le, ami ebből az első 3 fejezetből következik, tehát teljesen szinkronba lehet hozni az első 3 fejezetnek a kijelentéseit a második 3 fejezettel, és világosan lehet látni, hogy Pál apostol hogyan kapcsolja össze ezeket a különböző mély és komoly kijelentéseket. Az első fejezetben ugyan arról van szó, hogy milyen gazdag az Istennek a kegyelme, hogyan predesztinált bennünket az üdvösségre, és hogyan hozza létre a váltság művek Krisztusnak, az új szövetség egyházat, a Krisztus testét, amelynek Krisztus ugye a feje, és a második fejezet tulajdonképpen arról szól, hogy Isten milyen alapanyagokból rakja össze ezt a testet. Hát amit itt most felolvastam, ezekből a földön élő zombikból, ezekből az élő halottakból, Isten hogyan hozza létre az eklézsiát,
hogyan hozza létre Krisztusnak a testét, és a második fejezetben pedig egy másik képet használ még a fejezetnek a végén, amikor az egyházat nem mint Krisztus testét mutatja be, hanem mint Istennek a házát, egy templomot, mint egy épületet, ahova élő kövekként épülünk be, és az alapot ugye az apostolok és a újszövetségi próféták képezik a kijelentés szerint. Éppen ezért fontos, hogy a második részben meglehető igazságok is sok más igazsággal együtt egyensúlyban legyenek az életünkben. Mit jelent ez? Megfigyeltem azt a keresztény közösségekben, gyülekezetekben, igehirdetésekben, szolgálatokban, hogy bizonyos felekezetekre jellemzőek olyan sajátosságok, amelyek bibliai fontos igazságokat valamilyen hangsúllyal eltolnak egymástól. Mit értek ez alatt? Például van a Szent Háromságnak a kérdése. Ha megnézzük mondjuk az evangélikál, illetve a kálvinista irányzatokat, ott elsősorban az Atyaisten van kiemelve. Jézus is benne van nyilván, mint megváltó és pont. A Szentlélek az egy ilyen marginális személy, de ott az Atya a minden, az ő mindenhatósága, a szuverenitása, az eleve elrendelése, a különböző isteni attribútumoknak a felmagasztalása, ami teljesen biblikus és jó, viszont ebből olyan tantételeket is levezettek, amelyekkel például Jézusnak a megváltás művét például csak bekorlátozzák egy bizonyos rétegre, akiket úgymond Isten eleve kiválasztott az üdvösségre, míg másokat a kárhozatra. Aztán vannak megint mások, ezek főleg az ilyen evangélium irányzatok, akik nagyon erőteljesen és tüzesen evangélizálnak, hirdetik az evangéliumot. Náluk sokszor az Atya, az Isten kép van egy picikét úgy eltorzítva, hogy az evangélium hirdetéséből, ha kivesszük Istennek ezt a mindenhatóságát, szuverenitását, akkor láthatjuk, hogy milyen hamis evangéliumok terjedtek el ebben a világban, mert az Isten félelem veszett ki ebből, és ahogy már korábban ezekről többet is beszéltem, a jóléti evangélium, a gyógyítás evangéliuma és a különböző hipergrész meg ilyen evangéliumok pontosan ebből fakadnak, hogy nem a Szent Háromsággal együtt végzik ezt a dolgot, és ott vannak karizmatikus pünkösdi testvérünk, akik ugye a Szentlélek munkájára helyezik inkább a nagyobb hangsúlyt, mint a Fiúnak és az Atyának a munkájára, holott mindegyik, ha megvizsgáljuk, gyakorlatilag komoly igazságokat tartalmaz, ennek a háromnak együtt kellene lennie. Tehát nem külön-külön, hanem egységben kell lenni. Ez ugyanolyan, mint a, például a törvény és a kegyelem kapcsolata, hogy vannak törvényeskerő gyülekezetek, meg kegyelemcentrikus gyülekezetek, holott mind a kettőnek megvan a hívő emberek életében a szerepe és a helye, vagy akár a szabadság és a szabadosság kérdése. Tehát fontos, hogy egyensúlyra találjunk, és ebben a szakaszban is Pál erre hívja fel a figyelmet, mert a sátán, ahogy az írás is mondja, az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk. És nagyon sokszor a sátánnak egyik trükkje az, hogy amiről itt ma szó lesz, akár a test elleni küzdelmünk, akár a világ elleni harc, akár a maga a sátán, illetve az ő királysága elleni harc, arra irányul, hogy ha csak lehet, az egyikkel foglalkozzál. Tehát ne vedd figyelembe mind a hármat, ami komoly probléma, hanem mindig csak az egyikkel foglalkozzál, és a másik kettőben adjál engedményeket, és térjél el tőle. Na ez a nagy becsapás, hogy mindig csak egy dologra próbálj, hogy ráfókuszálj, a többit pedig hagyj figyelmen kívül. És ebből szokott általában bekövetkezni a hívő életnek a langyossága. És ez a három terület, amiről szó lesz, ugye a test, a világ, vagy szó szerint a világkorszak, vagy a világ szellemiségének a berendezkedése, ezek nem egy haldokló ellenségek. Ezek folyamatosan mindvégig ott lesznek az életünkben, amíg az Isten királyságába el nem jutunk, mert a megváltás kétharmadig megtörtént, de a testünk megváltása még várat magára. És amíg a testünk megváltása nem következik be, addig ezen a földön harcunk van, és a igazi győzelmet az adja, hogyha minden nap meg tudjuk vívni a hitnek a nemes harcát, és el tudjuk mondani azt majd életünk végén, mint Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, és végül Isten majd a mennyei koszorúval is el fog látni engem. Nézzünk néhány alapigazságot a második rész első szakaszából. Az első, amiről olvashatunk, hogy azt írja Pál, hogy holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Utána azt olvashatjuk, hogy különböző befolyások által ezek a halottak mégiscsak éltek. Tehát tulajdonképpen azért mondtam, ez egy ilyen élő halott állapot. Mit is jelent ez az elveszett állapot, ez a halott állapot? Mit is jelent a szellemi halál? Nem jelenti azt, hogy az embernek nincsen biológiai vagy fizikai életfunkciója, mert van. Eszünk, iszunk, lélegzünk, lefekszünk, dolgozunk, ezek működnek. Viszont az embernek a felépítése a teremtettségénél fogva egy trihotóm lény, van szelleme, van lelke és van teste.
A világ az mindig úgy indul ki, hogy az embert a testközpontúnak ábrázolja, a humanizmus is mindig erre fekteti a hangsúlyt, de a Biblia azt mondja, hogy az ember az egy szellemi lény, akinek van lelke és testben él. A Biblia mindig a szellemet helyezi az elsődrangú helyre, majd fogjuk is látni a mai alkalommal, hogy miért. És a szellemi halál tulajdonképpen azt jelenti, hogy amikor az emberiség Ádámban elbukott és vétkezett, akkor nem csak meghalt szellemileg, hanem a halál szelleme költözött be abba a szellemi részébe, amivel az Istennel való kapcsolatának kellett volna megtörténnie. Tehát nem csak egy állapotról beszél a Biblia, hanem egy szellemiségnek az emberben való lakozásáról is beszél a Biblia. Valakinél erősebben, valakinél nyilván gyengébben, ezek majd különböző bűnökkel kapcsolódnak, de igazából a szellemi halál azt jelenti, hogy az ember nem tud közösségre és kapcsolatba lépni az Istennel. Munkám miatt elég sok halottal találkoztam már, meg minden ilyen dologgal, és próbáltátok majd halottnak mondjuk prédikáltok? Hogy oda mész hozzá, megszólítod, énekelsz neki, felolvasol valamit a Bibliából, reagál valamit? Semmit nem reagál. Ugyanezt a képet használja itt a Biblia, hogy Istennel kapcsolatban az ember semmit nem tud tenni. Az elveszett bűnös állapotában, és akkor az ember azt mondja, hogy hát Isten vonzott magához, úgy éreztem, hogy megszólított az Úr, ezt mi produkáltuk? Nem. Azt mondja Jézus, csak az mehet hozzá, akit az Atya vonz. Isten elkezd munkálkodni benne. Az ember szellemének ugye három része van, az intuíció, a kommunió és a lelkiismeret. Ezek mind a három a halál szellemének az uralma alatt vannak, és amikor az ember megtér és újjászületik, erről szól az a csodálatos negyedik verstől a tizedik részig terjedő szakasz, Isten azt az egészet megtölti élettel. Ez lesz majd az újjászületés. De a halál állapotában, amikor az ember ebbe a szellemi halálban megszületik, ez gyakorlatilag ő nem elkezd élni a földön, mikor világra, hanem elkezd haldoklani. Hát az ember hiába él 50, 60, 70, 80 évet, az a Biblia szerint az nem az élet, hanem a haldoklásnak a folyamata. Ez egy biotikus élet, ez a biosznak az élete, ez nem egy Istentől való élet. És azért pusztul el az embernek a teste, azért hal meg az ember, mert a halál szellemének az uralma alatt van. És a halál nem csak egy állapot, hanem egy személyiség is. Egy olyan személy, egy olyan szellem, amiről azt mondja az írás, hogy jó, az utolsó ellenségünk. Ő lesz legutoljára bevetve majd a kénkővel égő tüzes tóba, mert az ő szerepe és úgymond szolgálata az mindvégig fennmarad az emberiség történelme során, amíg ez a föld és ez a dolog meg lesz. Ha a világi részt megnézzük, különösen a humanista emberképet, akkor azt mondják, hogy az ember nagyon is él. Az embernek ugye vannak különböző érzékszerve, amik jól működnek, és azért van gonoszság meg rossz a Földön, mert ilyen a társadalom, ilyen a nevelés, ilyen az iskolai rendszer, ilyenek a különböző vallások, és az a világ megpróbálja ezt a szellemi halott állapotot balzsamozni és konzerválni. Biztos láttatok ilyen egyiptomi múmiákat. A világ körülbelül ezt csinálja, de életet nem tudnak adni. Az életet nem tudják behozni az embernek az életébe, és ez azért fontos megértenünk, mert ez sokszor az evangelizációra is hatással lehet, hogy ismerünk valakit, 80 éves Juliska nénit, minden héten 10 tepsi süteményt süt az unokáknak, nagyon kis cuki, nagyon aranyos, kis pici, kis töpörödött, nem tudunk úgy rágondolni, hogy egy elveszett bűnös ember, igaz? Mert nem így látjuk az embereket. Úgy látjuk őket, hogy aranyos, cuki, de igazából nem tudjuk, hogy mi van a szívében, és ugyanolyan elveszett ember, ha nem Krisztusban van, mint az utolsó cégéres bűnöző, aki 10 életfogytiglant kapott. Mert Isten szemében a szellemi halottak, azok nem üdvözülnek. Tehát fontos, hogy a gondolkodásmódunk legyen olyan, mint az első századi keresztényeknek volt, hogy ők az emberekben tényleg egy elveszett bűnös embert láttak. És a kis pici kis cuki csecsemő, az tulajdonképpen egy viper a pelenkába. Gondoljatok bele! Nem tud beszélni, nem tud csinálni semmit, még csak a fejét mozgatja meg ilyenek, de tudatja, hogy ő a főnök. Igaz? Fel kell venni, ha sír, azonnal intézkedni kell meg minden. Pár hónapos és már dirigál. Benne van ez a természet. Valaki úgy fogalmazta meg egyszer, hogy azért születünk ilyen kicsinek, hogy nehogy megöljük a szüleinket, mikor kijövünk. Mert bennünk van ez a romlott természet. És ez, majd látni fogjuk, a Biblia ezt a természet szóval használja, ami örökséget is jelent, hogy ezzel születünk, ezt adjuk tovább. Ez a vétek van bennünk, és ez a szellemi halál, ez a szellemi állapot,
amikor a halász szelleme beköltözik az embernek a születésekor, illetve a fogantatásakor az életébe. Ez addig kíséri az életében, addig határozza meg az életét ezen a módon, ahogy itt Pál apostol leírja, hogy a korszellem befolyása szerint, a sátán befolyása szerint, és a testi vágyak és kívánságok szerint, amíg meg nem tér, és újjá nem születik, és Isten ki nem emeli szellemi módon ebből a földi régióból, és át nem helyezi a mennyeiek királyságából, hogy itt szó volt, de ez nem fizikailag értendő jelenleg, ez még, ahogy mondtam, a megváltásunknak a testi része még hátra van, hanem ez szellemi módon valósult meg. És ez a halász szelleme, ugye ez azért is érdekes dolog, mert a halász szellemének több tulajdonsága is van, illetve több feladata és funkciója van a sátánnak a királyságában, de az egyik legfőképpen az, hogy az evangélium világosságát eltakarja az emberek elől. Ez az a sűrű homály, amelyről az Ószövetség is beszél, amely a nemzeteket takarja, hogy az emberek ne hallják meg az evangéliumot, hogy meghallják az evangélium világossága, ne tudjon behatolni a szellemükbe, hogy nehogy az ige magja belehújjon az életükbe, és kicsirázva, gyümölcsöt teremve megfogadjon, és újjászületésben végződjön. Jó, tehát ez az első és legfontosabb, hogy ez a szellemi halál, ez minden emberre elhatott, minden egyes ember, aki erre a földre születik, ezzel a halál szellemével születik, és úton van a fizikai halál felé, és a második halál felé, ha csak valami radikális változás nem következik. És a világ ezen az állapoton nem tud változtatni. Sem orvosok, sem pszichológusok, sem semmilyen vallás nem tud segíteni ezen az elveszett állapoton. Mert az ember, aki szellemileg halott, nem tudja keresni Istent, nem keresi Istent, érzéketlen a lelkiismeretet, csak egy bizonyos fokig tudja érzékelni, és hogy Pál is mondja, nincs, aki keresse Istent, nincsen csak egy sem. És a mi igazságunk, amit teszünk is, vagy valami jó dolog, amit úgy gondoljuk, hogy teszünk, megfertőzött ruha. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk jó dolgokat tenni, sokan félreértik ezt az igét, és itt nem arról van szó, hogy nem jó dolog egy gyereket kimenteni, hogyha fuldoklik vagy valami, hanem itt a Biblia olyan jó cselekedetekről beszél elsősorban, amelyel az Istennel való közösséget és kapcsolatot meg tudjuk ugrani, vagy elérjük azt a szintet, hogy Isten azt mondja, hogy ez már elég az üdvösséghez. Ezt a képet használja itt elsősorban a Szentírás. Jó, a halál szelleméről majd talán máskor egy picikét bővebben. Pál itt két kifejezést használ a vétkekkel és a bűnökkel kapcsolatban, ami nagyon-nagyon érdekes, mert a Héber Ószövetségben 8-9, az Új Szövetségben is vagy 10 kifejezés található a bűnnel kapcsolatban, vagy a bűn valamilyen fajtájával kapcsolatban, illetve a hatásával kapcsolatban, hogy emberekkel vagy Istenekkel van kapcsolatban, Istennel van kapcsolatban, vagy mindkettővel. De itt az első kifejezés a vétekkel kapcsolatban, ez a paraptóma kifejezés. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mintha lenne előtted egy lépcső, amin le kell menned, de mindig mellé lépsz. Tehát ki van jelölve egy cél, ki van jelölve egy út, de nem tudsz lemenni, nem tudsz végigmenni rajta, mert mindig mellé lépsz. Na ez jelenti az, hogy Isten megszabta az embernek az útját, elmondta Ádámnak is, hogy mit kell tenni, de Ádám mellé lépett, félrelépett, szó szerint félrelépett, amikor a bűnesetbe került, és azt olvashatjuk a Római Levél 5.15-ben, hogy Ádám ilyen módon vétkezett Isten ellen, és ez azért egy érdekes kifejezés, mert az is benne van a jelentésében, hogy felségsértés. Tehát amikor Ádám vétkezett, akkor magát Isten személyét sértette meg. És ugyanerre mondja az írás nem sokkal később Jézus Krisztusról, hogy aki halálra adatott a mi paraptómánkért, a mi felségsértésünkért. Tehát Krisztusnak azért is meg kellett halni, hogy mi ebben a szellemileg halott állapotban egy istentelen életet éltünk, sőt nem csak úgy istentelen életet éltünk, hanem konkrétan megsértettük Istent. Hát hogy lehet Istent megsérteni? Nagyon egyszerű, amikor például megnézzük a 10 parancsolatot, vagy az életvédelmi törvényeket, amikor ezeket áthágjuk, akkor mindig Istent sértjük meg. Nézzétek meg például az Ószövetségben a szülők tisztelete, az ugyanolyan volt a hosszú élettel megelégítve, mint a mi Istennel volt kapcsolatban. Ha valaki a szülőt gyalázta, annak meg kellett halni az Ószövetségben. Miért? Mert a szülők reprezentálták Istent a családban, és ha valaki megsértette az isteni tekintélyrendet, magát Isten sértette meg. Ezért volt ugyanolyan halálbüntetés, mint amikor valaki Isten káromlást követett el. Jó, tehát ez az első, amikor az emberek egy felségsértést követnek el, ez a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy az Istennel szemben egy ilyen állapotot vesz fel, és folyamatosan Isten ellen dolgozik, Isten ellen munkálkodik.
Nyilván, ahogy mondtam, ennek vannak fokozatai, nem mindenki ilyen nagy ateista, vagy ilyen nagy harciasan istenellenes, de ennek is vannak különböző fokozatai. A másik egy szintén jól ismert kifejezés a hamartia, a bűnnel kapcsolatban, ez a leggyakoribb, ez tulajdonképpen céltévesztést jelent. Hasonlóan, mint ez a kis lécsős példához, ez egy olyan kifejezés, mint amikor a nyilvesszővel nem tudnak célba lőni. Tehát hiába lövik a nyilvesszőt, soha nem találja el a céltáblát, vagy nem találja el a 10-es skálát. Így van minden ember, hogy bármit erőlködik, bármennyit is tesz ezen a földön, bárhogy is kínlódik, soha nem fogja Istent elérni és megtalálni az Istenhez vezető utat, mert szellemileg halott. Nem csak, hogy örökölte a bűnt, hanem már ő maga cselekszi is a bűnt. És nem azért vagyunk bűnösök, mert bűnöket követünk el, hanem azért követünk el bűnöket, mert bűnös állapotban vagyunk. Ez jelenti tulajdonképpen, amikor itt Pál apostol erről beszél, hát az embernek az élete egy folyamatos céltévesztésben van, a szellemi halál állapotában, és sok ember ugye keresi az életének az értelmét, az életének a célját, valaki a sportban találja meg, valaki a művészetben, valaki kreatív dolgokban, sok-sok mindent keresnek az emberek, és mégis érzik azt az ürességet, azt a vákumot, azt a szellemi kihaltságot az életükben, amit egyedül Isten tud betölteni. És azt látjuk ebben a leírásban, hogy ahogy mondtam, ez a nyugati ember számára egy elég komoly kijelentés, hogy Isten így tekint ránk, hogy szellemileg halottak vagyunk, el vagyunk választva tőle, soha nem tudjuk megközelíteni őt, nem tudjuk őt keresni, egy külső segítségre van szüksége ahhoz, hogy életre keljen. Nincs más megoldás, amely az embernek ezt az állapotát létre tudja, illetve meg tudja hozni. A másik probléma a vétkekkel és a bűnökkel kapcsolatban, amit szintén hajlamosak vagyunk elfelejteni, ez elsősorban a Héber Bibliából, a Héber Bibliának a bűnnel kapcsolatos tanulmányaiból derül ki, hogy az egyik leggyakoribb Héber kifejezés a bűnnel kapcsolatban az avon. És amikor például Káin és Ábel történetét jól ismerjük. Amikor azt mondja Káin, hogy nagyobb az én büntetésem, hogy ezt elviseljem, ott szó szerint ez a bűn kifejezés van, aminek az a jelentése nem csak, hogy bűn vagy erkölcsi gonosz dolog, hanem egy fizikai terhet is jelent. Ezt ma a pszichológia úgy hívja, hogy bűntudat. Hát a Héber Biblia nagyon pontosan megfogalmazza, hogy aki bűnben van és bűnben él, ez a bűntudat attól függ, hogy milyen bűnt követ el, ott van az életén, és attól függ, hogy miért követ el, különösen az életellenes bűncselekmények azok, amelyek leginkább le tudják terhelni az embert, és a fizikai elváltozásokat is tudnak okozni a szervezetében. Ismerjétek Dávid Zsoltárát is, hogy míg elhallgattam, megavultak a csontjaim, meg így, meg úgy, tehát érezte ezt a dolgot Dávid is. És itt tehát azt jelenti a Bibliában ez az avon kifejezés, hogy ez a bűn nem csak eluralja az embereket és az emberiséget, hanem annyira megterheli őket, hogy nyomás alatt tartja. És ezeket a bűnöket elkezdik halmozni az emberek, akkor beszélünk égbe kiáltó bűnökről és égig hatoló bűnökről, amelyek sokszor Isten közvetlen beavatkozását okozzák. Erről az ószövetségi proféták is rengeteget beszéltek, hogy már Isten sem bírta elhordozni Izraelnek a bűneit és a terheit. Például Izsaiás profétának az első részében olvashatunk erről a dologról. Tehát itt van ez az emberiség, amely bukott, elveszett, szellemileg halott állapotban van, gyűjtés halmozza a vétkeket, amelyről azt olvasok, hogy az utolsó időkben meg fog sokasodni. Nem úgy kevesebb lesz, hanem meg fog sokasodni, és többek között az egyik kiváltó oka lesz majd annak, hogy a 7 éves antikrisztusi birodalom meg fog alakulni, mert Istennek az ítélete fog majd akkor, Isten haragja fog majd zúdulni erre a földre a felhalmozódott bűnök miatt. Új, is meg az elején járunk. Két kifejezéssel találkozhatunk még itt a nem túl szívderítő diagnózis láttán. A mennyei orvos elég pontos diagnózist fest az állapotunkról. A Római Levél első részében, a Galata 5-ben és az Efézus 4-ben is találhatunk még ilyen bűnlistákat, amelyek részletezik tulajdonképpen, hogy ezek a felségsértések és ezek a céltévesztések milyen konkrét bűnökben nyilvánulnak meg. Ez ugye a lelki gondozók jól ismerik, amikor erről a szellemi gyóntatásról van szó és életrendezésről. De a két nagy csoportja igazából, ami összefoglalja tulajdonképpen ezeket a bűnöket, ahogy mondtam, ez a céltévesztés és a félrelépés, eltérés az Isten útjától. Az egyik kifejezés az engedetlenségnek a fiai, erről olvashattunk.
hogy amikor az emberek ilyen életet élnek, akkor egyrészt az engedetlenség fiainak nevezik őket. Itt szó szerint hitetlenséget jelent ez a kifejezés, tehát az emberek nem tudnak, nem akarnak, nem képesek hinni Istenben. Lehet, hogy hisznek valamilyen felső erőben, vagy valamilyen bávány Istenben, vagy valamilyen vallásos Istenben, de az élő és egyigaz Istenben nem tudnak hinni. Képtelenek arra, hogy ezt a hitetlenséget feltörjék a maguk életéből, és ez tulajdonképpen egy aktív lázadást, az engedetlenség eszén egy aktív lázadás Isten ellen. Tehát nem ilyen passzívok, hogy hát lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincsen, hanem aktívan lázadnak Isten ellen. Ma a nyugati kultúrában ez megy, hogy szándékosan és tudatosan mennek szembe Isten igéjével és Isten beszédével, a szekularizációs folyamatok is mindezt támasztják alá, hogy egy tudatos lázadás van Isten ellen, nem egy véletlen, vagy úgymond a természetes evolúciós fejlődés következménye, hogy szabaduljunk meg Istentől, nem. Egy tudatosan felépített, szisztematikus, globális rendszer épült fel, hogy Istennel szembe menjen, és szándékosan pusztítsa és rombolja mindazt, amit Isten kijelentett magáról, kijelentett az egyházban, kijelentett az ő igéjében, és majd eljön az az idő is a jelenések hat szerint, amikor majd kiabálni fognak, hogy a bárány haragja elől valami kis zugot találjunk ezen a földön, vagy valami biztonságos mélységet ott a nevadai sivatagban, ahol az Úr haragja nem ér el, de Isten fel tudja forgatni a földet, ezt Szodománál és Gomorránál is jól látjuk. És ez az engedetlenség elsősorban abban nyilvánul meg, hogy bármit megtehetek, amit akarok. Ami a szívem vágya, a szívem kívánsága, amit megálmodtam, amit elterveztem, mindegy, hogy Isten mit mond erről, azt én meg fogom tenni. Nem érdekel, hogy Istennek mi a véleménye erről, ez egy aktív lázadás, egy tudatos lázadás. És azért kell erről beszélni, mert amikor majd sor kerül a küzdelmünkre, akkor ezek lesznek azok a rendszerek, amelyek, mivel ezek voltak a régi életünknek a részei, minél mélyebben benne voltunk bizonyos dolgokba, annál erőteljesebben fognak majd kísérteni és támadni bennünket, hogy visszaessünk ezekbe a korábbi állapotba, vagy valamilyen mechanizmusok ismét életre lépjenek. És szó szerint azt jelenti, hogy természetünk szerint ilyenek voltunk, az eredeti szöveg szerint, hogy életvitelszerűen. Nem tudtunk máshogy élni. Ezt örököltük, ezt kaptuk atyáinktól, és ahogy mondtam, valaki ebben jobban elmélyül, valaki egy ilyen látszólagos, erkölcsös életet meg tud tartani, nem merül el annyira ezekben a bűnökben, de az állapot akkor is elveszett, és Isten nélküli. A következő pedig a harag gyermekei. Ez azt jelenti, hogy aki nincs megtérve, nincs újjászületve, az Isten haragja alatt van. Hát hogy lehet ez, mikor a János 3.16-ban azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, akkor most Isten szereti a világot, vagy a haragnak a gyermekeit? Akinek ilyen kérdése van, az nézze meg a János evangélium a 3. részének a végét, hogyha valaki nem tér meg és nem engedelmeskedik, az Isten haragja marad rajta. Tehát ezt a kettőt párhuzamosan kell nézni, hogy Isten szereti az elveszett embert, még ha harag gyermeke is, de ha nem tér meg, és a szeretete nem cserélődik le a haraggal, akkor alatta is rajta fog maradni. Ha megnézitek a Tesszalonikai levél első részét, ott is azt olvashatjuk, hogy megmenekülj, hogy Isten megmenekít bennünket az eljövendő haragtól. Pontosan azért tudunk megmenekülni a nyomorúság haragjától, mert már a szeretett gyermekek vagyunk, és átkerültünk az Isten királyságába, nem ennek a világi rendszernek a részét képezzük. És a harag gyermeke tulajdonképpen, ahogy mondtam, azt jelenti, hogy Isten ítélete, Isten haragja alatt maradni. És mindenkinek ez az osztály része, aki miután hallja az üdvösség evangéliumát, hallja Istennek a megszólító kegyelmét az elveszett állapotában, és azt mondja, hogy nem, nekem ez az Isten nem kell, nekem ez a Krisztus nem kell. Hagyjanak engem békén az üdvösséggel, hagyjanak engem békén ezzel a vénasszonyos mesékkel és dolgokkal, benne marad a vétekben, a bűnökben. És ott lesz, hogy engedetlenség fia marad és a harag gyermeke. Pedig megvan az esélye az evangélium hallása által, hogy befogadja az üdvözítő evangéliumot és megtérhessen. Jó, tehát ez a szellemi örökség, ez a szellemi retelheltség, és innen indul minden ember. Így születünk, így jövünk a világra, vagy jobban elmerülünk benne, vagy kevésbé, de a szellemi halál állapotából nem tudunk kikerülni saját erőből. Ha csak Isten be nem avatkozik, ha csak Isten nem tesz valamit ebben a helyzetben, az emberiség elveszett. És jön a 4. vers szenzációs, az egyik kedvencem, de Isten. Gazdag légén irgalomban. Isten megoldott ezt a problémát, ezt az elveszett állapotot.
És tulajdonképpen a mi harcunk a test, a világ és a sátán ellen, ahogy egy kicsit kihallottátok már belőle, itt mind a három már ebben a dologban benne van, a test, amely által elkövetjük a vétkeket és a vágyaink bennünk vannak, a világ, ami ezt a rendszert fenntartja, illetve a sátán, aki kormányozza, ez az, amivel nekünk folyamatos küzdelmünk és harcunk van, és ahogy mondtam, ne fókuszáljunk csak az egyikre, hanem mind a három területet vegyük figyelembe és vegyük górcső alá. Hoztam egy kis sematikus ábrát, sajnos nem segít jobbat elkészítenem, de tervezek elnetek majd egy merényletet egy másik sorozattal, akkor egy kicsikét majd cizellálni fogom ezt a dolgot. Hát tulajdonképpen minden ember, aki megszületik, ahogy mondtam, egy élő halott, egy zombi állapotban van, működnek a fizikális tulajdonságai, de szellemi értelemben halott. Istennel való kapcsolattartása semmi, és három hatás működteti az igény szerint. Egyrészt a sátán, aki a levegőbeli hatalmasság királyságán keresztül utalja ezt a régiót. Úgy tudjuk, hogy minimum 3 van, de lehet, hogy 7 is, nem tudjuk. 3 minimum van, ennyiről tudunk. Ő az, aki ezt a királyságot fenntartja, majd picit részletesebben később. Aztán vannak a testi kívánságunk és az akaratunk, illetve a világnak a folyása. Itt szó szerint a kozmosznak az ájonja van, vagyis a világnak egyfajta korszelleme, egy minden egyes korszakot meghatározó szellemisége. Jól tudjuk, hogy most nem úgy élünk, mint az 1200-as években, akkor is volt egy korszellem, volt a reformációnak is egy korszelleme, előtte volt a reneszánsz, mert minden egyes kornak van egyfajta szelleme, a globalizmus szelleme van, lehetne még sorolni őket, de sok ilyen korszellem van, ami hatással van, és függetlenül attól, hogy milyen korszakban élünk, az Isten királyságával az ember önerőből nem tud eljutni. Érzéketlen ezzel kapcsolatban. Viszont, mivel ebben a rendszerben él, és ez a három dolog mozgatja és irányítja, ezért bizony a negatív szellemvilággal nagyon is aktív kapcsolatban van az ember. Miért? Mert a halász szelleme a sátán királyságának az egyik szellemisége, és ő koordinálja ezt a fajta állapotot többek között, és a sátán ezek által tud befolyást gyakorolni, és ahogy mondtam, láttátok is a harmadik, negyedik, vagy a negyedik, ötödik, hatodik részben a gyakorlati dolgokról van szó. Ott Pál apostol világosan elmondja, hogy például a sátánnak milyen erősségei vannak ebben a magasságban, és azok ellen hogyan kell harcolni, milyen szellemi fegyverzettel. Itt lefekteti az alapot, hogy van egy ilyen szellemiség, hatodik részben kibontja azt, hogy hogyan is kell ezzel ellen harcolni. Aztán a testi vágyak és kívánságok, illetve a korszellem, és a bűnös ember képtelen áttörni azon a falon, azon a szférán, ami az Isten világába a belépőt tudja nyújtani, és csak a gonosz tudja cselekedni, csak a rosszat tudja cselekedni, ahogy Pál is mondja, nincs, aki jó cselekedjen, nincsen csak egy sem, mindnyájan elhajlottak, mérges kígyó vipera van a beszédükben, ahogy a viperás csecsemőkről már beszéltem. Tehát, hogy ez a örökségünk, és akkor Isten elhatározta, hogy ezt meg kell oldani. Annyira megterhelődött már maga Isten is a bűnökkel, azt olvashatjuk Krisztusról, hogy a világ összes bűnét magára vette. Hát az, amit összegyűjtöttünk a felső sértéseinkkel, a vétkeinkkel, bűneinkkel, Isten elleni lázadásunkkal, az Krisztus mind magára vette a kereszten és elhordozta. És amikor kijelentette, hogy elvégeztetett, ez azt jelentette, hogy megszabadult ő is a terhétől. Minden egyes bűnünket elhordozott Krisztus. A következőkben megnézzük a mozgatórugóját ennek a szellemiségnek, ugyanis az egész ebben a kozmoszban, ebben a világban zajlik. Ezen a földön élünk, ebben a világban élünk, és két komoly erő hat ránk ebben a kozmoszban, nem csak a korszellem, amiről beszéltem, hanem a test kívánságai, illetve a sátánnak a munkája. Nézzük, hogy hogyan fonódnak össze ezek a dolgok. Maga a kozmosz kifejezés, a koszmeó görög szavunk azt jelenti, hogy valamit szépen felékesíteni, rendezetten elhelyezni, hogy minden a helyén legyen. Amikor Isten megteremtette a világot, minden a helyére került. A bolygók is, a csillagok is, a nap, minden szépen fel lett függesztve, és ez egy isteni felügyelet alatt áll. A teremtés rendjébe, amit Isten létrehozott, senki nem nyúlhat bele. Ez Isten felügyelete alatt áll. A végidőkben is majd a természeti elemeknek a elmozdulását, meg ezeket is, majd mind Isten fogja intézni, mert ebbe csak ő nyúlhat bele.
Hát ez maga a kozmosz, és a nőtestvérek számára ismerős, ebből számozik a kozmetika szavunk is, hogy szépen minden a helyen legyen, hogy a fülön függő az ne az orrunkban legyen, meg a lábujjunkon, hanem azért úgy mégis a helyén legyen. Tehát ez egy jól ízlésesen elhelyezett dolog, és a teremtett világ pont azért készült, a római levél első része szerint, hogy az emberek valamilyen Isten ismeretre jussanak. Megtegyék az első lépést, hogy van valami természet fölötti, van valaki, aki ezt az egészet létrehozta, megalkotta ezt a gyönyörű, szép és csodálatos világot, amit azért elég jól tönkretettünk már, de egy pici lépés afelé, hogy odáig eljutni, hogy Isten van és Isten létezik. Tehát ez nagyon szigorúan Istennek a felügyelet alatt áll. Ugyanakkor a Jézus megkísértéséből és Ádám bűnbeesésétől tudjuk, hogy ezt a világot a sátán kormányozza. Nem ő uralkodik, ő csak kormányozza, mert Isten, ahogy mondtam, ő felügyeli ezt az egész kozmoszt. A sátán semmit nem tehet anélkül, amire Isten az ő engedélyét ne adná. És a sátánnak egyetlen egy jogalapja van ebben a kozmoszban, ez pedig az emberiség elveszett bűnös állapota, ami jogalap neki a bűn miatt arra, hogy különböző beavatkozásokat végezzen. Jézus sem vitatja, hogy ez az ő uralma alatt van, és egy másik helyen olvashatjuk is, hogy a sátán nem e világ istene, hanem ennek a világ korszaknak az istene. Mikor lezárul majd a 7 éves időszak, be lesz vetve a mélységbe 1000 évre, akkor nem lesz ennek a korszaknak az istene, és utána meg majd megy a kénkővel égő tüzes tóba. Tehát jelenleg az emberiség bűne miatt még befolyása van, illetve lehet. A kozmosz teljes mértékben gonosz, azt mondja János, hogy a világ gonoszságban vesztegel, tehát ez a kozmosz, ahogy mondtam, a bűnnel terhelt emberek miatt velejéig romlott és gonosz. Ha nem lenne az, akkor nem kéne megsemmisülnie. De meg fog majd semmisülni. Aztán eltorzult lelkiismerettel rendelkezik. Hát nézzétek meg, hogy a világban, hogy mennyire más módon működik a lelkiismeret, mint mondjuk egy keresztény újjászületett hívő emberben. Akár a különböző erkölcsi etikai dolgok kapcsán, akár az életvédelmi törvények kapcsán. Jól lehet látni, hogy mennyire torz a világnak a lelkiismerete. Az abortuszt csak simán úgy hívják, hogy a nők önrendelkezési joga. És akkor el van intézve szépen a dolog, hogy a nagymamát ne eltessük már még 5-6 évig az ágyikóba, hanem adjunk egy injekciót, és akkor hadd pihenjen el a kis drága. Úgyhogy kicsikét eltorzult lelkiismeret. Ellensége Istennek és a munkájának. Erről már korábban beszéltem. Az 1 János 2.15-16-ban olvashatjuk, hogy ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élettel való kérkedés, a büszkeség nem véletlenül van felsorolva, mert a sátán is emiatt bukott el. Hát ezen a három területen ejti fogjul az embereket. Isten a fiát adta a benne élőkét, olvashatjuk a János 3.16-ban. Itt lehet igazából megérteni azt a látszólagos ellentmondást, hogy hogy lehet az, hogy Isten szereti ezt a világot, nekünk meg gyűrölni kell, akkor most nincs ellentmondás. Amikor a világ szót használja János 3.16-ban, ott az embereket érti a kozmosz kifejezés alatt, amikor pedig János beszél a világról, akkor pedig nem az embereket érti, hanem ezt a világrendszert, a kor szellemet érti alatta. Az egyik helyen személyekről van szó, a másik helyen pedig egy szellemről, illetve egy szellemiségről van szó. Nincs ellentmondás a kettő között. És végül Isten felszámolja, hogy teljesen újjá legyen minden, vagyis ez a világ annyira megromlott, annyira korrupt, annyira velejéig gonosz, különösen az ártatlan vér kiontása miatt, ugye Jézus Krisztus vérének a kiontása miatt, ez a föld halálra van ítélve. Hát azáltal, hogy Krisztusnak a vér ezen a földön kifolyt, onnantól kezdve ez a bolygó halálra lett ítélve teljesen és végleges módon, olyannyira, hogy az első ég és az első föld, ami el fog múlni, még említeni se fogják őket. Egy kollektív amnézia lesz ezzel a korábbi eseménnyel kapcsolatban, ahogy erről a proféták is beszélnek. És fontos, hogy legyen ne torsz, hanem biblikus hozzáállásunk legyen ehhez a három kihíváshoz. Mit is jelent ez? Erről szeretnék egy picit most beszélni, mert itt azért vannak problémák. Nézzük a világot először. Azt már látjuk, hogy a világnak a berendezkedése és a világi gondolkodásmód, a világi értékrend az teljesen ellenséges a keresztény értékrenddel, és a világ úgy próbálja magát berendezni, vagy úgy próbál
boldogulni ebben a jelenlegi korszakban is, hogy mindent meg tudjon oldani Isten nélkül, és amikor mi megtértünk és újjászülettünk, akkor Isten ebből a rendszerből kiemel bennünket, ad egy új szívet, feltámaszt bennünket a Krisztussal, mennyeiek világába ültet, amiről olvashattunk, és amíg talán bele fog félni az időbe, fogok egy kicsit róla beszélni. De a világnak, mivel mi benne vagyunk, mi a Földön élünk, és ebben a világban élünk, ezért a világnak még sajnos lehet befolyása ránk. Az egyik egészségtelen vagy torz hozzáállás, amikor valaki azt hiszi, hogy úgy tudom legyőzni a világot, hogyha elkülönülök. Kivonulok a világból. A szerzetes rendeknek is többek közt ez volt az alapja, hogy annyira megcsömörlöttek a világi dőzsöléstől, hedonizmustól és attól a sokszor római kicsapongó életviteltől, hogy megundorodtak ettől, és azt mondták, hogy ilyen környezetben még élni sem akarok, kimegyek a világból, elmegyek a sivatagba két vödör vízzel, aztán majd lesz valami. Nem is akarok érintkezni a világgal. Ez egy nagyon rossz hozzáállás, és ez többek között oda vezethet, hogy a világiakkal való mindenféle kapcsolattartást lenullázunk és ledukálunk a nullára. Ezen mi a baj, hogy elveszítjük azt a funkciónkat, szerepünket, hogy só és világosság vagyunk. És megtagadjuk azt az igét, amiről Jézus úgy beszélt, hogy nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem őrizd meg őket ebben a világban. Tehát egyrészt ellene megyünk Isten beszédének és Isten igéjének, másrészt pedig még vétkezünk is azáltal, hogy mi próbáljuk magunk életét irányítani és konszolidálni, és kibújunk Isten védelme alól, a fölött a természet fölötti védelem alól, amelyet ő ígért meg nekünk, hogyha világban só és világosság leszünk. Tehát nem kell a világból kivonulni, nem kell a világból elvonulni, és várni a világ végét, meg az elragadtatást felmenve a hegyre egy kis pici házikóba, hogy majd visszajön az Úr valamikor, hanem benne kell élni a világba. És ez küzdelem, és ez harc. És tényleg nem könnyű. Mikor látjuk, hogy a munkatársaink hogy lopnak, csalnak, hazudnak, káromkodnak, bömböl a világi zene, halljuk ezt a csomó ocsmányságot, meg látjuk, ami a tévében van, valóban nem könnyű. Tényleg. És ezért mondja Pál, hogy ez harc. És vannak olyan hívők, akik itt leragadnak, és úgy vannak vele, hogy jó, akkor a világgal harcolunk, de a testünkkel már nem foglalkozunk, meg a sátánnal sem, arra már nincs idő. Ekkor borul fel az egyensúlyom, az erején beszéltem, hogy mind a három fontos, és a sátán nagyon szeretné, hogy a hívők elmolyoljanak azzal, meg elfacebookozzanak azzal, hogy jaj, már megint valamelyik országban legális lett a homoszexuális házasság, mondjuk. De az, hogy a saját életében irítség van, harag van, féltékenység, düh van, meg idegbetegség, azzal ne foglalkozál testi dolgokkal, az nem számít. Csak azzal posztoljál, meg Facebookoljál, hogy már a világban megint milyen szörnyűség történt. Értitek? Sátán pont ezt akarja. Hogy nehogy már ezzel foglalkozz. Az meg, hogy a sátán esetleg még felhasznál bizonyos dolgokat, tehát az meg végképp maradjon a háttérben, mert ugye ő mindig rejtve szeret maradni, sokszor világosság angyalaként jön elénk. De az első megtévesztése, hogy vonul ki ebből a világból, szegregáld el magad, és ne legyél só és világosság. Ne menjél ki az élő halottak közé, hogy elmond nekik az evangéliumot, hogy Krisztus hogyan szabadított meg téged ebből az állapotból. Na ez a célja. Ez ellen harcolni kell. És minden nap, minden napos harcot jelent. Az, hogy ebben a világban, bármilyen hírér, bármilyen dologban kitartani azon a helyen, ahol Isten állított és helyezett téged. Ez az első, ez az egyik ilyen dolog. A másik ugye a konzerválódás és megrekedés. Ez is probléma szokott lenni, különösen régebbi gyülekezetben, hogy nem veszik figyelembe, hogy már eltelt 20, 30, 40, 50 év, és ők még mindig ugyanabban a szellemi állapotban vannak, ugyanazt nézik, ugyanazt hallgatják, ugyanazt olvassák. Nem azt mondom, hogy ezekben nincs érték, vagy nincsen jó dolog, de a világnak van egy folyása, van egy korszelleme, ami az emberekre hatással van, és az egyháznak ezt követni kell. Nem abban az életvitelben, amiket ők élnek, hanem ahogy mi is meg szoktuk fogalmazni, kultúra közeliek legyünk, hogy az embereket elérhetővé tegyük. Hogy az énekeink lehet, hogy ugyanolyan dallamúak, csak nem arról szólnak. Lehet, hogy a prédikációink kicsikét más típusúak, mint ami 200 éve volt, hogy felolvasták papírról, és néha volt egy kis szemkontaktus, hanem jövünk, megyünk, borítunk, dűtünk, jövünk balra, meg ilyesmi dolgokat csinálunk, hanem hogy picikét haladni. Hát ez is egy rossz válasz, amikor bekonzerválódunk, bemerevedünk, és gyakorlatilag egy ilyen farizeusi hozzáállást veszünk fel, hogy ahogy mi éltünk 20 éve, a gyülekezet megalakult, azóta minden úgy van, és úgy is lesz. Ha kő kövön nem marad, akkor is. És közben a világ elmegy mellettünk. És sírnak a lelkivezetők, sírnak a lelkipásztorok, meg a gyülekezet tagjai, hogy fogyunk, elmennek az emberek, nincsenek megtérők.
Mert ezekben a gyülekezetekben már evangelizáció sincs. Mert nem akarunk érintkezni a világgal. Nehogy már kimenjünk a világba, mert ha valamihez hozzáérünk, az már bűnös. Milyen keresztény babonaság ez? Hogy nem merünk elmenni mondjuk egy kampuszfesztiválra, mert evangelizálni kell, mert hűha, ott már egy sörös üveg van, akkor azt kerüljük. Értitek, ez a beteges, rossz, torz gondolkodásmód. És nem az, hogy lehet, hogy kicsit ittas, lehet, hogy részek, be van takarózva a bicikliével, de akkor is, az Úr szereti őt. Meghalt érte is Krisztus, nagyobb sötétségben van, mint én voltam. Értitek, hogy a gondolkodásmódunk, hogy hogyan harcolunk ezzel, ez a nem mindegy. Ez egy nagyon érdekes dolog így a világgal kapcsolatban. És ahogy mondtam, a korszele nem azt jelenti, hogy 50-100 évvel ezelőtti ruhába kell járni, mert nehogy már kilátszódjon ez vagy az vagy amaz, mert picikét feljebb vannak a dolgok. Nem. Lehet ízlésesen, mértéketesen öltözködni a mai korban is. Gyülekezetben se fürdőruhába járunk, igaz? Tudjuk, hogy mi a tisztességes, mi a normális. Ne konzerválódjunk be ebbe az állapotba. A világ pontosan ezt akarja, hogy vegyük át az értékrendjét, vegyük át a gondolkodásmódját, hogy legyőzzön. Lehet látni, hogy hány gyülekezet esett már ennek áldozatául a másik szélsőség, hogy minden világi dolgot átvesznek. A nagy tücst, a nagy fényenergiát, meg mindenfélét átvesznek már itt, hogy minden diszkót csinálnak az Isten tiszteletből, csak hogy mindenképpen hasonlítsunk a világra, mert így fogjuk bemonzani az embereket. De ez nem igaz. Haladni kell a korral, ahogy mondtam, de csak azokat a dolgokat átvenni, azokon keresztül megszólítani az embereket, amelyekkel el is tudjuk őket érni. Ehhez bölcsesség kell, imádkozás kell, és az a szellem, ami bennünk van, fog bennünket ebben vezetni. De ne engedjük, hogy különböző kifogásokkal ezek a világi dolgok eltántorítsanak bennünket az igazi célunktól és elhívásunktól, hogy mások is velünk üljenek a mennyben. Ahogy szokták mondani, a fél órás csend azért lesz a mennyben, hogy szétnézzünk, hogy ez is itt van. Meg fogunk lepődni, hogy hány olyan ember lesz, aki nem vártunk, és azért mégis itt van. Jó. Hát ez volt a világgal kapcsolatos dolog, hogy nyilván harcolni kell a befolyása ellen, a gondolkodásmódja ellen, az értékrendje ellen, hogy a krisztusi értékrendet megtartsuk, de higgyétek el, hogy ebben a mai világban a krisztusi értékek, a krisztusi szentség és tisztaság vonza az embereket. És sokszor azért nem hisszük el, mert nem úgy élünk. És nem látjuk meg, hogy az emberek jönnek hozzánk, te figyelj már, miért így gondolkozol? Tényleg múltkor lejárattalak a főnök előtte, meg most megdicsértél. Hogy van ez? Mit csináltál? Mert vágyakozni fognak az emberek, hogy lehet másképp is. Egy Krisztusra mutató fénysugár lehetsz ebben a világban. És nem véletlenül, hogy az Isten királyságába lettünk küldetve. Ez is volt a nagy dilemmám a mai szolgálatban, és két oroszát örülöttem rajta, hogy melyikről beszéljek hamarabb, erről vagy a másik oldalról. De azért akarok erről beszélni, mert az már akkor valahogyan furcsán jött volna ki a dolog, de ez most ilyen homiletikai zűrzavar a fejembe. Mindegy. Jó, hát ez az első is nagyon fontos dolog, hogy a világnak a szeretete, a világnak a közössége és kapcsolata csak olyan szinten maradjon meg bennünk és az életünkbe, ami a mindennapi élethez feltétlenül szükséges. Azt mondja szintén János, amiről felolvas, vagy utaltam rá, hogy ha valaki szeret a világot, tehát ezt a világi rendszert, abban nincs meg az atya szeretete. Ha nem érzed Isten szeretetét az életedben, a szívedben, kérdezd meg, hogy mennyi van benned a világból. Vagy bennem mennyi van a világból. Mennyit töltök el időt Isten igéjével, az imádkozással, a szolgálattal, a bizonyságtétellel, és mennyit töltök a számítógéppel, a Facebookkal, a világi szórakozással. Nézzétek meg, csak nagyon egyszerű dolog. Hasonlítsátok össze. És ha érzitek, hogy az atya szeretete nincs ott, akkor valami elkezdi kiszorítani. És általában itt lehet tudni, hogy ki a hunyó. Hogy mi lehet a probléma. És olyankor vissza kell menni az Úrhoz, meg kell térni, elővenni az igét, imádkozni, könyörögni, és visszatérni az Úrhoz. Mert megtehetjük. Bármennyi bűnünk is van, mehetünk Krisztushoz, megvallhatjuk, és rendelkezzünk. Amikor a mi atyánkat imádkozzuk, az pont ezért imádkozzuk, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod. Ez jelent a világgal konfrontálódni, hogy Isten királyságát hozzuk be ebbe a világba. Az életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel, cselekedetünkkel, motivációinkkal, mert az Isten királysága az bennünk van. És az Isten királysága nem evés és ivás, tehát nem ilyen földi dolgok, hanem igazság, békesség, Szent Szellemben való öröm. Ezzel, ha nekimész a világnak, győztes leszel.
A mi hitünk az, ami legyőzi a kozmoszt. Mi hitünk győzi le a világot. Nincs az a pszichológus, aki legyőzni ezt a világot. Nincs az a politikus, aki ezt a világot győzelmet tud aratni. De a bennünk lévő hit le tudja győzni ezt a világot. Bármilyen kor szellem van. Ha Jelenések könyvét megnézitek, ott mindig van egy hűséges maradék, aki az adott városban, azon az adott helyen, abban az adott időben győztes tudott lenni. Miért? Mert legyőzte a kor szellemet. És hűséges volt Krisztushoz. Azok mindig győztesek lesznek. De akik belefolynak a világ dolgaiba, akik a világnak a ügyes-bajos dolgaival töltik meg a szívüket és az életüket, azok különösebben az utolsó időkben nagyon nagy veszélynek vannak kitéve. Úgy el fogja őket sodorni a hitehagyásnak a bűne, mint a húzat, szó szerint. El fogja vinni őket. És nem fognak tudni megállni, amikor nagyobb probléma lesz. A másik a sátán. Nyilván ugye most démonológiáról, illetve a különböző szellemi szférákról, amiből van majd 16, nem akarok beszélni. Az idő rövidségén, mert majd talán egy másik szolgálatban. De itt látnék, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezt az egész kozmoszt, ez a bukott angyalfejedelem, a levegőjének a legfelsőbb exusziája, a maga a sátán uralja, e világkorszaknak az istene, aki tulajdonképpen, ahogy mondtam, az emberiség bűne miatt jogot formált arra, hogy ez a föld az ő uralmi övezete legyen, ahogy mondtam, annyi mértékig, amennyire Isten megengedi, és ő irányítja ezt a rendszert. Az Efézus levél 6. részéből tudjuk, hogy a magasságban legalább 4 olyan szint van, ami ellen a hívőnek folyamatosan küzdeni kell, és többek között ilyenek a fejedelemségek, a hatalmasságok, ez életnek a világbírói. Ezek között több olyan szellem is van, amik például azért felelősek, hogy valamilyen kultusz létrehozzanak a Földön. Egy sztárkultusz létrehozzanak a Földön. Hogy emberek milliói kövessenek egy bizonyos szemét, az ő gondolkodásmódját, az értékrendjét. Illetve ezek az erők ott vannak minden egyes ország, minden egyes térség fölött, és meghatározzák annak az adott országnak a szellemi légkörét, meghatározzák a kultúráját, a politikai berendezkedést, a politikai döntéseit. Nem véletlenül mondja Pál, amire egy korábbi szolgálatban is szó volt, hogy imádkozni kell minden egyes feljebb valóért, hatalmasságért, hogy istenfélő életet tudjunk élni. Hogy olyan rendszer legyen egy országban, olyan politikai, társadalmi környezet legyen, ami lehetőséget biztosít arra, hogy szabadon és akadálytalanul tudjuk hirdetni az evangéliumot. Akkor is kell, hogyha nincs ilyen lehetőség, akkor ugye üldözés van, de az az egészséges, azt mondja Pál, hogy ezért kell imádkozni. Ezzel semmi baj nincsen, azért imádkozunk, hogy békességben éljünk. Tehát nem kell mindig ilyen önpusztító módon, hogy mikor jön már az üldözés, hogy végre egy jót szenvedjek Krisztusért. Ez nem normális. A normális biblikus gondolkodásmód az, hogy békéért imádkozunk. A jövő a béke emberéjé. Jézus a békesség fejedelme. Ez fontos, hogy ez legyen előttetek. És az egyik ilyen beteges dolog ezzel a sátán dologgal kapcsolatban, hogy mindenhol démont látunk. Mindenhol démont keresünk. Bármi történik az életünkben, lejtünk egy tollat, becsukódik egy ajtó, a húzat szelleme volt. Biztos, hogy az volt, és akkor... És közben a testével nem foglalkozik, hogy ő miben van benne, vagy esetleg a világgal mi zajlik körülötte. Az nem érdekel, hogy esetleg a szomszédja haldoklik, ő keres a démonokat. Hát nem látogatunk meg senkit. A démonokat kergetjük, bozótban, lerobbant autóban, mindenhol azt keresjük. Van egy ilyen beteges hozzáállás, és a sátán ezt nagyon szereti. Amikor ezzel vagy elfoglalva, hogy mindenhol a démonokat keresed, a szellemvilágot bújod, kutatod, azért álmodsz, azért kelsz fel korábban, kerülsz ilyen sokszor ilyen nem teljesen Istentől való transz állapotba, hogy valami démont keresél. A Biblia nem tanít ilyenről. Igaz, hogy van, igaz, hogy létezik, igaz, hogy harcolni kell ellene, meg küzdeni kell, szó szerint birkózás van ugye a görög kifejezésben, de nem ezt kell hajtani és űzni. Ő nagyon jól a háttérben mozogva tudja irányítani, és tényleg vannak olyan dolgok, amikor imádkozni kell, mert vannak olyan testies dolgok vagy bűnök, amikor tényleg démonikus kötelék lehet, vagy démonikus befolyás lehet, vagy valaki felé, ha szolgálsz, és mondjuk nincs megtérve, démoni befolyás alatt van. Persze, azokat lehet imádkozni az ige szerint, de nem kell mindenhol a sátánt és a démonokat kergetni. Krisztust keresd, a többit majd ő fogja intézni. Észnél kell lennünk ezen a téren is, mert nehogy össze-vissza csapkodjunk. És hogy mondtam, a sátán azon dolgozik, hogy te ebben a világban jól érezd magad, és sokszor az az igazság, hogy nem is igazán kell, hogy ilyen nagy kísértést, vagy ilyen nagy dolgokat végezzen a sátán az életünkben ahhoz, hogy amiből korábban megszabadultunk, a régi életvitelek és vágyakat, ismét felgerjessze bennünk, ebben az óemberi természetben. És sokszor látni kell azt, hogy mire vagyunk érzékenyek, mi az, ami a gyenge pontunk, és azok ellen nagyon komolyan harcolni kell.
És a világban ugye nyilván az a legfontosabb szerepe, hogy magát teljesen úgy a háttérbe szorítsa, hogy csak még említése történjen róla, vagy valami mitikus alaknak tudják felfogni, és éppen ezért a keresztények életében elsősorban a világosság angyalaként szokott megjelenni, mert így sokkal nehezebb leleplezni. Hát a sátán odajön, hogy menj át a szomszédhoz és vág fejbe, hát tudod, hogy ez valószínűleg nem az Úr mondta neked. De hogyha világosság angyalaként jön, és mondjuk egy tévtanítást próbál behozni az életedbe, ami látszólag bibliai, látszólag jól hangzik, jónak tűnik, akkor lehet, hogy azonnal le fogsz rácsapni. Mert a világosság angyalaként fog fellépni. Hát ez a rendszer pontosan azért épült ki a szellemvilágnak, ez a második egében lévő dolog. Első ég, amit mi látunk, a második az a szellemvilágnak az ege, a harmadik pedig ugye az Isten királyságában van, ami minimum ennyi van, nem tudjuk, hogy van-e több. Három biztos, hogy van, mert Pál apostol addig ragadtatott el, de nem mondta, hogy csak ennyi van, hanem ő a harmadik égig ragadtatott el. A héber szöveg alapján 6-7 ég is lehet, ez pontosan nem tudjuk, de ezzel szemben nagyon komoly konfliktusunk van, és amikor erre sor kerül, akkor harcolni kell, hogy megtörjenek ezek a gonosz erők. Akár amikor tényleg komoly ellenállás van egy evangelizáció során, sokszor egy lélek megmentésért nagyon komoly szellemi harcot kell folytatni, hogy azok az erősségek, amik kiépültek benne, különösen, hogyha olyan háttérből jön, ami démonizált, okkultizmussal foglalkozott, boszorkánysággal foglalkozott, olyan bűnöket követett el, amelyekhez vértapad. Itt nagyon komoly szellemi harcra van szükség. Ezek teljesen normálisak. De az, hogy minden egyes helyzetben keresünk egy démont, hogy arra ráfogjuk, ez ilyen Nestlé, vagy ilyen Nesquik szindróma. Kövess el egy bűnt és fog rá a démonra. Hát körülbelül ez egy ilyesmi állapot. Jó, tehát ezt se kergessük, ha nem muszáj. És a harmadik pedig a test. Ugye ez az óemberi természetünk, amiről itt Pál apostol beszél, ez nem a új embernek a teste, ez az a részünk, ami a vágyaknak, a kívánságoknak a helye, ami az óemberi természetünk a bűneset után, és ezzel az újjászületésünk után nagyon komoly konfliktusunk és harcunk van. Ez különbözteti meg tulajdonképpen a vallásos embert az újjászületett hívő embertől, hogy egy vallásos embernek nincsenek ilyen küzdelme és harcai, mert nincs újjászületve. Vallásos, lehet, hogy igét is olvas, imádkozik is, még gyülekezetbe is járhat, adakozhat is, bármit csinálhat, de nincs megtérve, nincs újjászületve, neki ilyen harcai nincsenek az óemberi természetével. Itt is látjuk a különböző szélsőségeket. Egyik ilyen probléma abból fakad, ugye, amiről azt mondtam, hogy a testünk még nincsen megváltva, ez majd a elragadtatáskor, illetve az első feltámadáskor fog megtörténni, amikor mennyei testet fogunk kapni, és Krisztushoz hasonlóká test leszünk. Ez ilyen fényruha szerűség lesz, amiről mondja Jézus, hogy fényleni fogunk majd az Isten királyságában. Ezt, amit Isten elkészített, csak sejtjük, de még pontosan nem tudjuk. De a testi megváltásunknak a hiányából fakadóan ez a küzdelmünk mindvégig megvan, és az egyik ilyen probléma, amit itt láttam, ez az aszkézis. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a testi cselekedeteket mivel kell legyőzni? A szellem gyümölcsével. Szellemi módon kell ellene harcolni, mert szellemi test nem fizikális, hanem szellemi része az embernek, és sokan utaltam már a szerzetesekre, hogy kivonultak a pusztába, és egyesek ugye átmentek egy ilyen aszkéta életmódba, egy ilyen böjtölős, önsanyargatós, ütönverem magam típusúba, hogy ezzel öldököljék meg a testnek a cselekedeteit, és azt hitték, hogy ők ettől szentebbek lesznek, ettől jobbak lesznek, ettől különbek lesznek. Sok esetben a felfogalkodás bűne is megjelenik, és nem értették, hogy miért. Hát azért, mert testi módon próbáltak meg egy szellemi dolgot megoldani. És ugye lehetett ígérés hivatkozni, mert például Péter apostol azt mondja, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a gondolata, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Ergo, akkor üssük, verjük magunkat, mert akkor el tudunk szakadni a bűntől, de nyilván Péter apostol nem erre utalt ebben az igeversben, hanem egyszerűen csak arra utalt, hogyha például belegondoltok, hogy mondjuk 40 fokos lázzal feküsztök az ágyba, van eszetek azon járni, hogy milyen bűnt kövessetek el? Szerintem nincs. Örültök, ha éltek, ha levegőt kaptok egyáltalán, illetve meg tudtok kettőt fordulni, anélkül, hogy ne üvöltenétek körbe a szomszédságot. Hát amikor valakinek ilyen fizikális problémái vagy nehézségei vannak, akkor nem elsősorban a bűnön jár az esze, hanem hogy hogyan tudnám túlélni ezt a helyzetet. Igaz? Bűnön tapasztaltátok, mert néha azért én is szoktam beteg lenni. Nem mindig, de azért általában. És a problémát ugye az okozza, hogy a mennyország az mindig felfelé húz bennünket. Tehát Krisztus mindig hozza nekünk az ő életét, hozza az ő az ajándékait, gazdagságait, ez a testi részünk pedig minket húz lefele.
össze akar kapcsolni a világgal. És ez egy borzalmas konfliktus. A konfliktusaink 90%-a ebből származik. Az első kettő is fontos, amiről beszéltem, de a legtöbb konfliktusunk ebből a bűnös természetünkből keletkezik. Miért? Mert mind a sátán befolyása, mind a korszellemnek a befolyása itt realizálódik. Nem a légtérben, hanem konkrétan, személyesen a mi életünkbe. És amikor felismerjük ezeket a dolgokat és elkezdünk harcolni, akkor vagyunk jó helyen. És ezek ellen mindvégig harcolni kell. És minél többször győzünk, minél inkább kiábrázolódik bennünk a Krisztus, minél inkább előrébb lépünk a megszentelődés útján, annál inkább elkezdünk közelíteni ahhoz az állapothoz, amire a Biblia úgy beszél, hogy hitben atyaság, vagy hitben a felnőtt kor, a krisztusi férfiúság. Amikor igaz, hogy vannak bűnök, meg bebecsúsznak bűnök, de már igazából egy érett, harcos keresztények vagyunk, akik legyőzték a gonoszt, ahogy János is írja, akik megismerték az atyát, és hitben harcosok tudnak lenni. És nem minden pitiáner dologgal rohangálnak adott testvéreket leterhelni ismét, hogy különböző nyavajájukkal foglalkozzanak. Ezt kell a gyülekezetben előmozdítani, hogy minden egyes hívő erre az érett korra eljusson. És a gyülekezetben ekkor lesz növekedés, ekkor lesz egy szellemi erő, egy erő központ jön létre tulajdonképpen a gyülekezetben, amikor ilyen szentek összejönnek. Korábban beszéltem az antiochiai gyülekezet kapcsán, hogy a abcsának a missziós módszeréről, hogy mindig ilyen erőközpontok jöttek létre az új szövetségben, ahol nagyon komoly, odaszánt életű, hitben érett, elkötelezett, mártíromságot vállaló emberek összegyűltek, és Isten ott elkezdett hatalmasan munkálkodni. Több ezres, több százezres létszámot tudtak elérni évtizedek alatt ezek az apostoli szolgálattevők, hihetetlen ebből a szempontból az apostoloknak a cselekedetei. Ez tehát a testünk, az óemberi természetünk, amelyeket a szellem gyümölcsére kell lecserélni. Mindig gondolkozz azon, mikor jön egy bűn, vagy gondolkozzak azon, mikor jön egy bűn, vagy egy kísértés, hogyan tudok ellenállni? Mi az, ami a szellem gyümölcse? Mit lehetne helyett teremni? Fogjul ejteni minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És ez tényleg mindennapos harc. Felkeléstől a lefekvésig. A sátán és ennek a világnak a rendszere folyamatosan azon dolgozik, hogy te megrekedjél abban az állapotban, amiben vagy. Ha már megtértél és újjászülettél, akkor maradj lelkileg kiskorú. Ha tudsz előrébb lépni a Krisztusnak az útján, akkor minden dolgot bevet és megpróbál felhasználni arra, hogy meg tudj rekedni egy állapotban. Jöjjön egy csalódás az életedben, jöjjön egy kudarc az életedben, jöjjön egy komoly visszaesés az életedben, jöjjön egy hitéleti krízis az életedben, amit Isten pont arra akar használni, hogy picikét előrébb lépjél, és sok egy harcba benne vagy, sohasem leszel az, aki már voltál, hanem mindig előrébb mész egy picit. Még ha nem is látod, még ha sok problémával vagy esetleg áldozattal is járt, de mindig előrébb mész Krisztus fele. Ahogy Mikás mondja, hogy ne örüljén ellenségem, ha hétszer elesik is az igaz, akkor is fel kell. És Isten felé esünk, mert a mennyeiek világában vagyunk, nem lefele esünk, ott vagyunk az Isten királyságában. Nem lehullunk, nem leesünk, mint a sátán, ott vagyunk előtte. Picikét közelebb bordulunk a trónhoz, megyünk a kegyelem király székéhez, ott a pozíciónk, az a mi helyünk. Nem a föld, nem ide kell beragadni. És azon a földön mi csak vándorok vagyunk. Ez a föld egy átmeneti hely. Igazából a világot arra kellene felhasználnunk, hogy a biológiai életünkhöz szükséges dolgokat előállítsuk, és ennyi. És ahogy mondtam, az értékrendjét, a gondolkodásmódját teljes mértékben kivessük az életünkből. Jó, tehát ez egy nagyon szorosan összefonódó három dolog a Bibliában, és most röviden szerettem volna csak erről beszélni, és végén a evangélium gazdagsága, azt olvashatjuk az igében, hogy Isten gazdag és irgalmas volt annyira, hogy ezeket a szellemileg elveszett, halott, járkáló zombikat fogta, és a kegyelmét ráárasztotta az emberiségre. Krisztusban fogta az összes bűnödet, mocskodat, az enyémet is, és a Golgotai kereszten rátette a fiúra. Minden terhét ennek a világnak, és minden egyes bűnét. És innentől kezdve, aki ezt a szeretetet megtapasztalta, átélte és megkapta, azt olvashatjuk, itt két külön kifejezés is van, hogy Krisztussal együtt megelevenített bennünket, szó szerint feltámasztott bennünket. Miért volt szükség a feltámasztásra? Mert szellemileg halottak voltunk. Ez az újjászületés, amikor a halálnak a szelleme eltávozik az életünkből. És az élet szelleme költözik be
a szívünkbe és a szellemünkbe. A halál szelleme innentől kezdve nincs kapcsolatban velünk. A fizikai halál még utolérhet bennünket a testünk meg nem váltása miatt, de a halál szellemével mi már nem találkozunk. Jézus azt mondja János 8-ban, aki hisz én bennem, nem lát halált soha. A halál szellemével, ha megtértél és újjászülettél, nem fogsz találkozni. És mikor lecsukol a szemed, azt a Biblia elalvásnak hívja, nem halálnak. És Isten angyalai jönnek érted, és visznek Jézus Krisztushoz. Ugyanakkor a mennyeiek világába is beültetett, vagyis ahogy mondtam, ez a feltámadt élet, ez már a mennyei pozíciónkat vetíti előre, majd csatlakoznihoz fog hozzá a testünk is majd a megdicsőülés után, és ezt Isten azért hozta létre, hogy bemutassa ezt a végére mehetetlen gazdagságát. Itt egy hiper kifejezés van a görögben, hogy Isten ezt a kimagasló kegyelmét demonstrálja és be tudja mutatni. Tehát két lábon járó bizonyítéka vagy Istennek, hogy van feltámadás, van megtérés, van újjászületés, van kegyelem, van gyógyulás, van szabadulás. Két lábon járó élő bizonyítékok vagyunk. Erre vagyunk elhívva, ez a mi küldetésünk, és ezáltal vagyunk kegyelem által, hitből van a mi megigazulásunk. És a következő ábra ezt mutatja, hogy ez az elveszett bűnös ember már az Isten királyságában van ültetve, és ha megnézitek ezt a pozíciót, korábban hol voltunk? Ennek a rendszernek az legalján. A legalján voltunk. Most hol vagyunk? Fölötte vagyunk. Nem Isten jobbján vagyunk, a mennyeiek világába vagyunk ültetve, ami mit jelent? Hogy a problémák alattunk vannak. Azt mondja Pál a Róma 16-ban, hogy a Isten megtöri a sátán munkáját hol? A lábatok felett? Nem, alatt. A sátán és a munkája, a világi rendszer, a testünk, a bennünk lévő Szent Szellem által alattunk van. A sátánnak az egyik legnagyobb csapdája, hogy sok hívő elhiszi, hogy ő nyomorult, szegény, szerencsétlen, vergődik, kínlódik ebben a világban, aki valahogy majd valahogy csak eljut a mennybe és becsúszik az ajtó alatt. Nem, ez hazugság. Az igazság az, hogy mennyeiek világába, hogy ültetve Krisztus Jézusért, és alád vannak rendelve ezek az erők. Tudsz győzni az óemberi természet felett, tudsz győzni a sátán erői felett, és tudsz győzni a korszellem felett is. Mert hatalmat kaptál Jézus Krisztusban. Együtt feltámadtál vele, együtt a mennyeiek világába lettél beültetve. És ezáltal olyan pozícióba kerültél, ami következtében ezek a világi erők, amik korábban determinálták az életedet és a sorsodat, Isten fejreállította, és őket helyezte a lábaid alá. Ezért tudsz minden nap győztes lenni, és ezért igényelheted Krisztus segítségét, védelmét és áldását. És ezek az emberek, akik, ahogy mondtam, itt vannak ugyanezen a földön, élő bizonyítékai annak, hogy Krisztus Jézusban megváltottak, újjászülettek, és élet van bennük. Az élet szelleme vett lakozást bennük. Mit is jelent az, hogy a mennyek világába lettünk ültetve? Összekapcsolt a fejjel Jézus Krisztussal, mint Krisztus teste vagyunk már jelen a mennyben, ahol Krisztus van, ott van az egyház is. Nagyon egyszerű a kép. Krisztus testének a tagja lettem, óriási kiváltság, hogy most már nem a világi rendszerhez és a világi értékrendhez kapcsolódom, hanem egy organizmushoz, egy élő szervezethez, nem egy halott szervezethez, egy élő szervezethez, Jézus Krisztushoz kapcsolódom. Az 1 Korintus 12-13-14 erről beszél, hogyan is működik ez, illetve a Kolossi, illetve az Efézusi levél. Kiemelt a diabolikus rendszerből és átvitt az ő királyságába, a Kolossi levélben is olvashatunk erről, hogy amikor megtérsz és újjászületsz, kikerülsz a sátán királyságából, és Isten a mennyeiek világába ültett téged Krisztus Jézusért, és már Isten királyságának az állampolgára vagy, Isten királyságának a tagja vagy, kettős állampolgársággal rendelkezel, és ezen a földön jövevény és vándor vagy, hogy hirdesd annak a dolgait, a közül csodálatos világosságára hívott el bennünket. És fölébe emelt a korábbi életemet meghatározó erőknek. És a 10. verset szeretném befejezni, mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtve, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk. Ez a járás kifejezés ugyanaz, ami a szakasz elején volt, hogy a bűnös életmód szerinti járás. Ez a görögben, illetve a héber gondolkodásmódban mindig egy életvitelt jelent. Egy olyan utat jelent, aminek van egy kezdete és van egy vége. A bűnös útnak kárhozat lesz a vége. Az Isten útján való járás pedig az üdvösséggel fog majd végződni. És az alkotás szó azért érdekes, mert a görögben ez szó szerint azt jelenti, hogy műalkotás. Amikor megtértél és újjászülettél, te Isten műalkotása lettél. Tudtad? Mondja a szomszédodnak, te Isten műalkotása vagy. Mondja a szomszédodnak. Tudtátok? És miért lettél Isten műalkotása? Azért, mert Krisztus Jézusban egy teljesen új teremtés vagy. És nem számít, hány centi vagy, hány kiló vagy, hanyas cipőt hordasz.
semmi nem számít. Az, hogy milyen szemüveget hordasz, semmi nem számít. Csak az, hogy Krisztus Jézusban egy műalkotás vagy. Isten így alkotott meg, és így ámorott meg téged. Miért? Hogy azokat a jó cselekedeteket, amiket ő előre elkészített, és azokkal, amire Istenre tudsz mutatni, azokban járjál. Ezek a jó cselekedetek cserélik le azokat a régi gonosz, rossz, önző, bűnös vágyakból fakadó cselekedeteket, amelyeket éltünk az elmúlt időszakban. Hát ez a legfontosabb, hogyha jól tudunk harcolni a mindennapokban, legyőzzük a sátánnak, a világnak és az óemberi természetünknek a kívánságait, akkor meglátszik rajtunk, hogy Isten műalkotása vagyunk, és tudunk végre jó dolgokat tenni, amit korábban nem tudtunk megcselekedni. De most már Isten kinyújtott keze vagyunk, hogy meg tudjuk menteni az elveszetteket, és mindazokat, akik még ebben a szellemi sötétségben járnak. Legyünk Krisztus jó nagykövetei ezen a világban. Amen.